Sát, sziasztok srácok, én Exos vagyok, és ez a Steve Johnson család epizódnak a talán már a harmadik része. Ezt pontosan nem tudom megjegyezni ezeknek a sorozatoknak a számait, stb. És igen, ebbe egy pár dolgot láthattok. Legelső sorban az, hogy ugye én az Evo-mat elcseréltem egy Subaru-ra, amit ugye már ismerhettek a driftes videóból, meg esetleg pár szereplős live-ból, mint Narieba vagy akárkébe. És most ezt láthatjátok, hogy én mire cseréltem, igazából nem érte meg szerintem. Adtam érte az Evo-t, illetve 500 ezer dollárt, valaki szerint megérte, valaki szerint nem. És hát, ja, értelemszerűen egy kis idő után tetettem a Subaru-ra rendszámot, amit sajnos az illető félre írt. Valahogy így gondoltam én. Minek örülsz a makos gyerek, már baszom a kicsarokra. Elbaszta? Mit írt? X-Tax. Ő srácnak ezután maradt 600 pp-je, ugye ő írt el a rendszámot, én jól írtam le. Ő nem jegyezte meg, és így történt ez a kis fail. És innen nagyon szépen köszönöm neki, hogy konkrétan ingyen megcsinálta utána a rendszámomat teljes mértékben, de viszont nem akartunk nagyon bunkók lenni, és adtunk fejenként neki 20 ezer dollárt, szóval innen is köszönöm neked. Ugye mi azt hozta, kifejlesztettük a Colt könyveket, vagyis a Coltot ugye dupla Coltra, és Attilának már nem maradt könyve, és találtunk egy embert, akit most láthattok, 80 ezer dollárba adta a Colt 45 mesteres könyvet, és egyértelműen Attila rá is csapott utána. Időközben bejött a Mikulás event, ahol tudtunk ajándékokat szerezni, és ezeket láthatjátok most, hogy egy pár darabot kinyitok belőle. Erre kinyitom a két Mikulás csomagot. Ott van egy robot, lehet a bot. Nézzük, kinyitok én is, kb. 10-et, nem tudom az annyira. Burrito, cső, baklava, burritos, evidoboz, pizza, vadászmesterkönyvpuska, rogy, és burrito. És igazából nem nagyon CMT-áztam őszintén megmondva az utóbbi időben, mert nem is tudtam kivel, meg nem is volt nagyon kedvem hozzá, inkább PUBG-ztam, laloztam. Most kezdtem újra ugye a karácsony fele, ugye a decemberbe, magyarul mondjuk így inkább, mert még nincs karácsony, meg semmi, és igazából sajnálom, hogy ennyi videóanyagot tudtam összegyűjteni, de van egy jó hírem, ami valakinek jó hír, valakinek igazából semmi. Még a héten fel fogom rakni a CMT a kezdőknek sorozatnak a következő részét, remélem várjátok, és továbbra is gyűjtöm az anyagokat, amiben igazából a C. Johnson család életét vesszük fel, csak igazából minden így jött random. Volt, amit nem is vettem fel, mert nem tudtam sajnos, meg van, amit nem is akartam felvenni, és ezek, amik megmaradtak így nagyjából. Remélem azért nektek ez is tetszett, elnyerte tetszéseteket, és igen, a következő rész az hosszabb lesz, ez már biztos, de viszont az körülbelül egy hét vagy kettő hetet fesz igénybe, mire azt fel fogom rakni, szóval remélem várjátok már, és igen, legyetek jók, és sziasztok!